A felkészülés harmadik hetében, szerda este, a másodosztályú PMFC vendége volt az MB2-be feljutott HR-rend Kozár Michelin labdarúgó csapata az idősebb Dárdai Pál edzőközpontban. A pécsieknél az öt új játékos közül Kovács, Terbe, Hadaró és Harsányi is kezdő volt, míg Makrai Gábor a második félidőben lépett pályára. Támadó futballt játszott mindkét együttes, de gól nélkül ért véget az első 45 perc. A rövid szünet után több helyen is változtatott Weitner Ádám vezetőedző. A saját nevelésű labdarúgók mellett próbajátékosok is szerephez jutottak. Szép támadásokból ezúttal sem volt hiány, és a kapusoknak is akadt dolga. A hajrában is megvolt a lehetőség a gólszerzésre, de maradt a 0-0-ás döntetlen. Két kemény edzést vezényeltünk tanap a fiúknak, úgyhogy az első fél időben nem nagyon találtuk a játék ritmusát. Sokszor megvertek minket, akadozott a játék, de ez érthető. Most a fizikai felkészülésen van a hangsúly. Persze ez fáj, mert nem értek oda játékosok, egy-egy ütemben le voltunk maradva, de beleadtak mindent, és most ez a lényeg. Akár csak Weitner Ádám, Tóth László vezetőedző is szerkezetet váltott a szünet után, amitől a találkozó irama is megváltozott. Nagy harc volt a labdáért mindkét oldalon, de nem sikerült gólra váltani a helyzeteket. Kíváncsian vártam, mert ugye csúcsterhelés hetében vagyunk, tegnap kettőt edzettünk, illetve még délelőtt is edzettünk ma, hogy fognak mozogni a fiúk. Ahhoz képest szerintem nem volt gond, bár éreztem és láttam rajtuk, hogy fáradtabbak, de amit kértem tőlük, hogy ha a párharcokat elveszítik, viszont az alap dolgokban rendben vagyunk, akkor nem lesz gond. Azt gondolom, hogy teljesítették. A PMFC labdarúgó csapata harmadik edzőmérkőzését július 9-én szombaton 10 órától játsza a szintén másodosztályú Szent Lőrinc ellen az idősebb Dárdai Pál edzőközpontban. A HR-rend Kozár Michelin pedig szintén szombaton Horvátországba utazik, a másodosztályú Bielobrdo lesz a vendéglátó.